sorozatomban és korábbi filmjeimben is beszéltem azokról az eszközökről, amelyeket arra terveztek, hogy az otthonod kényelmében használd a krónikus panaszaid kezelésére. Most csak néhány ilyen eszközt említek. TENS, izomstimulátor, lágylézer, terápiás ultrahang, szelektív ingeráram, iontoforézis, nyomásterápiás, mágnesterápiás készülék, bémer, és sorolhatnám. Mi a csodának vannak ezek az eszközök? Nem kell kivizsgálásra menni? Helyettesítik az orvost és a terapeutát? Meggyógyíthatod saját magad? Ezekre a kérdésekre is keresem a választ ebben a filmben. Azt nyilván látod, hogy a körülötted levő világ hihetetlenül gyorsan változik. Ma már mindenre van valamilyen eszköz vagy kütyű, amivel egyszerűbben, hatékonyabban, gyorsabban érhető el eredmény vagy végezhető el egy feladat, mint akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Modern korunkban az emberi betegségek többsége nem életveszélyes, hanem tartós, sorvasztó, mindennapi kint okozó állapot. A hát és derékfájás, az ízületi fájdalmak, az izomerő csökkenése, a reuma és egyéb ízületi gyulladások, vizeletcsepegés, lábdagadás, csak hogy néhány főbb csoportot említsek ezek közül. Egy reumás beteg számára a fájdalom mindennapos és kínzó, de ezzel nem lehet mit kezdeni a kórházban. A kórház arra való, hogy a életveszély esetén minél előbb elhárítsák azt. De egy évek óta fennálló gyötrő panasszal ott nem tudnak mit kezdeni. Reumában több százezer magyar szenved. Gondold végig. Ha csak a reumások mindegyike el akarna jutni a 100 magyar kórház egyikébe, akkor több ezer jutna mindegyikre. Mekkora káoszt okozna mindez? Megállna az élet a kórházak környékén, lehetetlenné válna a közlekedés, más betegek el sem tudnának jutni a kezelésükre, nem beszélve arról, hogy a reumásoknak mennyit kellene várni, mire a 2000-dik bejut aznap a kezelésre. Tehát ebből láthatod, hogy a kórház alkalmatlan a nagy tömegű krónikus betegségek kezelésére. Olyan módszer kell, ami biztosítja azt, hogy ne kelljen hónapokon át minden nap rendelőbe utazni, várakozni egy 10-15 perces kezelés miatt. Ma már van ilyen lehetőség. A technológiai cégek siettek az orvosok segítségére. Ma már számtalan olyan eszköz áll rendelkezésre, amellyel a beteg az otthonnak kényelmében alkalmazhat a krónikus állapotának kezelése, javítása, karbantartása, gyógyítása céljából. Az otthoni orvostechnikai eszközök tehát a betegség kezelés egy teljesen új módszerét biztosítják. Az orvos immár nem csak tüneti gyógyszert, vagy évente egy-kétszer néhány napos kórházi kezelést javasolhat, hanem olyan eszközöket, amelyekkel az adott betegség nem csak tüneti, hanem oki kezelést kaphat, azaz akár ténylegesen meggyógyítható. Számos betegség vagy állapot, mint például az izomsorvadás, a bénulás, krónikus gyulladás nem gyógyítható 5-10 kezeléssel. Azt tudod, hogy az izomerő visszanyerése hónapokat igényel. A bénulás rehabilitációja meg akár éveket. Nyilvánvaló, hogy nem járhat a beteg naponta a kórházba. Ez még annak is nagy problémát jelentene, aki közvetlenül a kórház közelében lakik, nemhogy annak, aki távol. Tehát az otthoni használatra tervezett orvostechnikai eszközök, mint a TENS, EMS, lágylézer, terápiás ultrahang, nyomásterápiás gép és társaik arra valók, hogy a kezelőorvosod a diagnózisodnak és a betegségednek megfelelő eszközt javasolja a számodra. A gyógyszer helyett vagy mellett. Az orvos vagy a vele dolgozó terapeuta asszisztens feladata lenne a készülék alkalmazásának, a használandó programnak és a módszernek a megtanítása is. No, ez eddig. Hát szép és jó. Tehát ilyen eszközt a
kezelésedet irányító teamnek, csapatnak kellene javasolnia és vezetni is a terápiát. Na, itt már gondok vannak. Az orvosképzésnek még ma sem része ezeknek az eszközöknek az ismertetése. Az egyetemről kikerülő orvosok alapos kiképzést kapnak a gyógyszerekről, de a fizikoterápiás módszereket nem tanítják számukra. Legfeljebb az említés szintjén ismerik őket. Ezért, ha nem ismerik, nem is javasolják őket. A helyzet tehát az, hogy miközben egy teljes iparág ontja az újabb és újabb kezelőeszközöket, addig az orvosnak fogalma sincs arról, hogy ezek az eszközök mire valók, hogyan alkalmazandók, és milyen mértékben javítanák, vagy tennék egyszerűbbé és hatékonyabbá egy-egy beteg kezelését. Csak kevés orvos szán energiát és időt arra, hogy utána nézzen legalább a legfontosabb eszközöknek. Bonyolítja a helyzetet a globalizáció. Amint egy eszköz vagy egy módszer megjelenik, szinte azonnal piacra kerülnek a filléres kínai gagyi utánzatok is. Ezek aztán közel sem biztosítják azt, amit az eredeti, de papíron persze mindent leírnak róluk. Mondok egy példát, egy 50 dolláros kínai lézer általában nem más, mint egy LED lámpa, de úgy hirdetik a leírásban, minden olyan dolgot említenek, amit a kórházi használatra szánt orvosi lézer tudna valójában. Kb. Olyan ez, amikor, mint a konyhádnak a berendezése. Egy konyhabútor minimum néhány százezer, a belevaló eszközökkel milliós tétel. Te látsz egy hirdetést, ahol 50 ezerért hirdetnek egy konyhát teljes felszereléssel. Megveszed, mert azt hiszed, hogy ez álmaid vétele. De a futár egy fröccsöntött babakonyhát hoz neked, amit nyilván semmire nem tudsz használni. Papíron azt mondták, hogy ez olyan lesz, mint egy igazi, de nem az. Tehát a gagyi termékek tengerében rettentően nehéz eligazodni, hiszen akár a Lidl-ben vagy az Aldi-ban a lisztek és az étolajok között találhatsz ilyen filléres eszközöket. Azt, hogy hogyan kell használni, nos hát alig, ha fogod megtudni a bolti eladóktól. Tehát ne dőj be az olyan hirdetéseknek, amelyek szerint egy adott eszköz szinte bármire jó. Nincsenek csodakütyük, nincsenek csodaszerek. Nincs olyan eszköz sem, ami minden állapotra, mindenkire egyformán és garantáltan hat. Blogomban és YouTube csatornámon az otthoni használatra alkalmas és valóban hatékony módszerek, eszközök ismertetésével foglalkozom. Megtudhatod, hogy egy adott módszer vagy eszköz miben segíthet, miben nem, sőt, mikor nem alkalmazható. Az otthoni orvostechnikai eszközök többsége teljesen kockázatmentesen alkalmazható. Azért fontos ez, mert ha rosszul kezelsz, akkor sem ártasz magadnak. Igaz? Nem is használsz? Ha a kezelőorvosodtól nem kaptál személyre szabott útmutatást, hogy hogyan használj egy eszközt, akkor a cikkeimből, filmjeimből megismerheted azokat az általános tudnivalókat, amelyek segítségével kockázatmentesen alkalmazhatod ezeket az eszközöket. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor iratkozz fel most, a kis csengőről se feledkezz meg, hogy értesülj a következő filmemről. Látogass el blogomra, az élethosszig.hu-ra. Használd a kereső funkciót az oldalon, hogy megtaláld a téged érdeklő téma cikkeit.